Ez a cég alapvetően gabonakereskedelemmel foglalkozik, főleg afrikai országokba és nagyon távolra szállítja a Németországba megtermelt gabonát. Tudomásom szerint még importtal is meg szokták ezt bővíteni. Ezzel a céggel körülbelül 10 éves kapcsolatunk van, és az első 400 tonna per óra kapacitású hajórakodóállomást 2015 környékén építettük föl. Azóta 3-4 megbízást kaptunk tőlük. A korábbi rendszer, amit felépítettünk, annak a kapacitása 400 tonna per óra volt. Ezekkel az volt a gondjuk, hogy viszonylag hosszú volt a hajónak a várakozási ideje rakódás alatt, és 2 évvel ezelőtt rendeltek tőlünk egy 1000 tonna per óra kapacitású hajótöltőállomást, amit örömmel fogadtunk, értéke körülbelül 2 milliárd forint, amit mi szállítunk a rendszerhez, de az egész rendszer ennél sokkal nagyobb. Mire szólt a megrendelés tervezése és kivitelezése? Mi általában a megrendeléseket egy rövid szöveges leírással kapjuk, amiben meghatározzák a feladat lényegét, és környezeti információkat kapunk hozzá. Itt például megkaptuk a kikötőnek az alaprajzát, a hajónak a paramétereit, amit rakni kell, a rakódási teljesítményt, itt 1000 tonna per órásat kértek. Egy szállítószalagos és főleg egy ilyen több lépcsős rendszernél az 1000 tonna az igen magas teljesítmény, az azt jelenti, hogy ha 20 tonnás kamionokat veszünk figyelembe, akkor tulajdonképpen óránként 50 kamionnak a rakományát kell ebbe hajóba betölteni. Ez egy elég nagy kihívás volt a számunkra, mert nem csak a szállítandó mennyiség nőtt meg, hanem úgy a hajó méretével párhuzamosan azok a távolságok is, amivel a rakódó gépeinkkel be kell nyúlni a tengerbe, tenger fölé, és hát ez a szerkezet statikai jellemzőit is jelentősen megváltoztatta, és igen komoly elemzéseket, számításokat kellett elvégezni, hogy ezek a szerkezetek kibírják majd ezeket a terheléseket, lehajlásokat. Mikor kezdődött el a munka, tulajdonképpen a szerkezetnek az összeállítása, vagy darabonkénti összeállítása? Az összeállítás az körülbelül 2 hónapja kezdődött el a üzembe. A tervezés az előtte egy olyan 2-3 hónapot vett igénybe, és hát most ott tartunk a kivitelezéssel, hogy a rendszerből egy körülbelül 20-30 kamionnyi rakományt már kiszállítottunk. Most van útba a daru is, ami az egész rendszert mozgatja és tartja. És 2 hete megkezdődött a helyszíni szerelés az északi tenger partján, és úgy gondoljuk, hogy úgy november végére fejeződik be. Hogy el tudjuk képzelni, mégis mennyi alapanyag kellett ehhez a szerkezethez? Durván 500 tonna acél alapanyagot használunk föl, viszonylag sok gumihevedert, és hát rengeteg kereskedelmi árut. Több ezer óra lesz az a ráfordítás, amit a cégünknél a tervezéssel együtt költségeivel rákerül erre a munkára. A cég munkatársai végzik a szerelést a helyszínen? Igen, vannak, a daru szerelésben részt vesz egy külső vállalkozás is, de a nagy részét ezt mi csináljuk.